Idén szeptemberben az 50. évfolyam kezdte meg a tanulást a Nyíregyházi Egyetem pilóta képzésén. Az első évfolyam 1968-ban ült be az iskolapadba, azóta pedig folyamatosan indítanak hivatásos repülőgépvezető képzést. Ennek tartalma mindig igazodott a piaci igényekhez. Sokat változott, mindig a kor követelményhez próbáltunk igazodni, hiszen mezőségpilóta képzéssel kezdődött, és most kereskedelmi pilótákat képzünk légitársaságok számára, ami nagy keresett is van. Ennyien nem voltak bent az iskola a rendszerű képzésben, mint most ebbe az évbe. Idén 41-en kezdték meg a képzést egészen az alapoktól. A jubileumi találkozón a végzett évfolyamok közül a már nyugdíjas pilóták vettek részt a legnagyobb létszámmal. Az 1971-ben végzett első évfolyamból 9 fő volt jelen, akik a 70-es években elfogadott forma szerint jelentést tettek oktatójuknak. Azaz egyik szerencsés ember vagyok, aki 1971-ben az első évfolyammal végezhettem itt ezen az iskolán. És hát ehhez persze hozzátartozik az is, hogy én 1953 óta szinte ezen a repülőtéren nőttem fel kisgyerekként. Így aztán jött a vitorlázó repülés után pedig csodával határos módon igazi motoros pilóta iskolába kerülhettem 26-ad magammal, és 71-ben így végeztünk 21-en. A rendezvény legizgalmasabb perceit egy műrepülő bemutató jelentette, amelyet Ferenc Zoltán tartott. A műrepülő világbajnok Nyíregyházán szigorú oktatási rendszerben tanult megrepülni. Nagyon részletekbe menően pontos, precíz, hiszen egy nagyon nagy hagyományra tekint vissza a főiskola. Most láthatjuk az 50-es számból, hogy nagyon nagy gyakorlat van, nagyon nagy tudás van a főiskola mögött, és azóta is én vizsgáztatok pilótákat a légügyi hivatal megbízásából, és ez az iskola, ahol mindig azt a standardet találom, amiben soha nem csalódok. A találkozó fontos mozzanata volt a generációk találkozása, amelynek keretében az első és az 50. évfolyam hallgatói a tapasztalatcserét követően összeálltak egy közös fotóra is.